Új tanév indul a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. A tanévnyitó ünnepségen az intézmény hallgatói vették birtokba a színpadot. Új tanév kezdődött a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. A hangulatos ünnepség keretében színpadra lépett az egyetem néhány hallgatója, ezúttal a zenéjé volt a főszerep. A tehetséges fiatalok fellépésével az egyetem igyekezett bemutatni, hogy színvonalas képzést tud nyújtani. Nagyon sokat dolgoznak, tehát hogy erre azért mindenkinek, aki ide jön erre az egyetemre, fel kell készülnie, hogy itt nem laza hetek és hónapok fognak eltelni, és majd a vizsgaszesszióban összeszedjük egy kicsit magunkat, hanem hogy első héttől kezdve ritmikusan, szakszerűen mindenkinek dolgoznia kell. A gólyák közül bőven van olyan, akit régóta vonzottak a művészetek, így nem volt kérdés, hogy a művészeti egyetem felé húz a szívük. Elmondták, szeretnének fejlődni, új ismereteket elsajátítani. Vásárhelyi vagyok, és ide jártam a művészeti liceumba 8 éven át, úgyhogy eléggé beszippantott szerintem ez a művészvilág. És bár tavaly egy másik egyetemen kezdtem meg a tanulmányaimat, de valahogy azt éreztem, hogy az a plusz, amit adnak a művészetek, az a fűszer, inkább így nevezném, arra nekem szükségem van, és ezt nem kapom meg más helyen. Annak, aki már lezárt legalább egy egyetemi évet, ez a közeg élményeket, barátokat, közösséget biztosított, de fejtörést is okozott néha. Nagyon impulzív társaság található egy művészeti egyetemen, de a legjobb értelemben. Nagyon sokféle arc van, nagyon sokféle személyiség, emberek találkoznak, és ennek egy nagyon érdekes fúziója található itt az egyetemen. Alapvetően nagyon jó a hangulat. Ez tud ingadozni, vizsgai időszak idején van, amikor az emberek terheltebbek, fáradtabbak, de ez valahogy így van rendjén. Egymást húzzuk, egymást toljuk, és nagyon, nagyon jó a hangulat összességében. A 2022-23-as tanévet 52 elsőéves hallgató kezdte, osztályonként legfeljebb 12 fős csoportokban. A legnépszerűbb szakasz színművészeti, amely az egyetem fő profilját képezi. Sokan jelentkeztek ugyanakkor az audiovizuális kommunikáció, forgatókönyvírás és média szakra is.